Október 5-én az Országos Könyvtári Napok rendezvényeként nyitották meg Mátyusné Kispál Róza nyugalmazott tanár kiállítását a Csokonai Könyvtár olvasótermében. A kiállító tulajdonképpen fiatal alkotónak számít, mert bár a szándék régi, mégiscsak 1996 után nyugdíjasként tudott elég időt fordítani a festészetre. 1996 óta festek. Nyugdíjazásom után volt rá időm igazán, hogy a régebben dédelgetett álmaimat tudjam valóságba megalkotni, tehát hogy hozzáfogjak a festéshez, akkor jött el úgy az idő, hogy volt rá lehetőségem. A festés és a rajzolás iránti érdeklődése még általános iskolából ered. Én, amikor elvégeztem a 8 általános iskolát, az akkori rajztanárom, Vilmányi Sándorné Iduska néni fölfedezte bennem a rajzolás festés iránti tehetséget, és szárnyai alá vett, külön is foglalkozott velem, nyertem meg néhány versenyt is, rajzversenyt is, és ő ajánlotta nekem, hogy jelentkezzem Budapestre a képzőművészeti gimnáziumba. Ahová sikeres felvételi vizsgát is tettem, de hát ugye a sorsnak mindig vannak sajnos olyan útjai, amely kellemetlen. Az én édesapám abban az időben lett beteg, leszázalékolták, és mivel hárman vagyunk testvérek, és mind a hárman tanultunk, nem tudták azt megtenni, hogy albérletet vegyenek ki nekem Budapesten, mert hát a kollégium, illetve hát igen, a kollégiumba nem jutottam be, nem volt férőhely. Az alkotással telt másfél évtized alatt természetesen számos technikát kipróbált. Mindenféle technikával dolgoztam. Már dolgoztam akvarellel, akrillal, olajjal, pasztellel, és hát mindegyikkel szeretek dolgozni, de talán leginkább mégis az akvarell áll a szívemhez közel, és abból van több festményem is az akvarellből, és hát csendéletek, mint például itt is látható a kiállításon virágcsendélet, gyümölcscsendélet, zöldséges csendélet, és a tájképek. Ezek még kedvenceim. Nagyon szereti a csendéleteket, a tájat festeni, de mindig megragadja, ami szép. Én nagyon szeretem festeni a hegyvidéket, a vizet. A képeimről is látni lehet, hogy nagyon sok vizes képen van. Tehát folyókat, tavakat nagyon szeretek festeni. Nagyon tetszik a környezet tükörképe például a vízben. Ezt én ábrázolom számtalan képemen. És hát minden, ami szép, megragad. És hát úgy szoktam, mert sokszor kérdezik, hogy hogyan készülnek ezek a képek. Hát van olyan, hogy én mindig viszek magammal ceruzát, papírt, és ha látok egy szép tájat, akkor azt én gyorsan fölvázolom, és legtöbb esetben már aznap vagy közel napokban hozzákezdek a festéshez. A 19 kiállított alkotás csak töredéke az 1996 óta gyarapodó kollekciónak, hiszen 100-nál jóval több képet festett, és ezeket már eddig is számos alkalommal bemutatta. Nagyon sok fele volt már kiállításom. Itt a megnyitón nagyon szépen elmondta Kasubáné Veronika. Nagyon sok fele voltam. Legelőször a volt munkahelyemen, az Ipari Szakmunkás Képzőintézetben volt az első kiállításom. Majd volt szintén Karcagon a Fehér Holló Hotelben, akkor még ugye működött. Ott két alkalommal is volt, közös kiállításon is részt vettem, meg önálló kiállításom is volt. A Berekfürdői Turing Hotelben volt önálló kiállításom. Két karcagi óvodában volt önálló kiállításom, a Táncsis körúti és a Csokonai úti óvodában. És Martfűn, ott nagyon sokszor, szinte évente, most az utóbbi években nem voltam már, de mindig küldik a meghívót. Onnan vannak a zsűrizett képeim is, tehát ott zsűrizték is. Itt a kiállított képek között is van több ilyen,
és van olyan képem itt szintén, amiért külön díjat kaptam. Mátyusné Kispár Róza legújabb tárlata október végéig tekinthető meg.